bétában jelenleg a három multiplayer mód közül kettő elérhető. Az Incursion az teljesen ilyen MOBA jellegű, hogy van bázisa mind a két csapatnak, illetve minionok, és akkor úgy kell menetelni, és akkor a minionok segítenek meg ilyesmi. Van egy olyan mód, amiben be kell terelgetni minionokat a... De mindjárt meg is mutatjuk ezt. Szerintem menjen ez publicba. De joinolj egyet előbb. Be is lépek, mert ugye előbb én léptem ki elhamarkodtam. Azért a framerate egy picit persze jobb, hogyha csak előjátszunk, ugye azt azért PS4-en megszokottuk, hogy akár a, mondjuk a Battlefield-be, vagy Battlefront-ba, ahol van ilyen kooperatív nézet, vagy akár a Code-ban, azért leesik a framerate, amikor egyszerre két játékos mutat. Igen. Ez van. Ilyenkor azért várni kell, amíg beszájnolja. Jó, és akkor azt mondja, hogy versus public. Live opponents. Sietnünk kell, mert mindjárt vége a bétának egyébként. Amikor ezt felveszik, akkor gyakorlatilag mikor másfél óra múlva van vége? Másfél óra, igen. Kivártuk az időt, ugye. Akkor melyiket? Játszottunk vele egy keveset hétvégén. Ugye ez az, amit mondtam, az Incursion, ez a mobásabb. Szerintem legyen egy meltdown. Jó. Legalább leégünk. Igen. És akkor mi történhet? Próbáljunk rájönni majd, hogy mi a helyzet. Viszont azon gondolkodom, hogy nem biztos, hogy hát, vagy menjek vele. Attól félek, hogy lekaszabolnak gyorsan egy ilyen karakterrel, mint a Márki. Hát nem is tudom. Meglátjuk majd, válasszunk valaki más, mutassunk meg. Na, Apasuke, Kronos 54. szintű a No Life-re állatja, nézd meg. Noritenko 54. szintű. Hát kihasználták azt az időt, ami igen. A bétázása volt. Ugye ez most nem csak egy hétvégén átfutott, hanem a PS4-esek eleve előbb kezdhették el. És hát kifogtunk azért megint egy ellenfélnek egy 57-eset, pedig a mi oldalunkon is volt egy idő, megmondta a várakozás, nálunk ugye ez a Soyo Kazekun 47-tel, aki a korelnök, de itt van egy 57-es Reborn as Badass, én úgy érzem, hogy amikor őt meglátjuk, akkor meg fogunk halni. Lehet, hogy tud egy kicsit játszani, illetve ugye mi nem értünk el olyan szintet, hogy az alapkaraktereken kívül nagyon sok mindenkit. Jaj, elvesztettük az embereket? Jaj. Nem baj. Szóval, hogy az alapkaraktereken kívül még nagyon sok mindenkit feloldjunk, de nem is baj az. Hát ugye ez a béta. Igen, igen. A Doom is egyébként nekem, hogy egy másik témát mondjak időűzőnek. A Doom az nekem azt produkálta most az utolsó két béta napon, hogy ha a random game-re mentem, ugye, ami választ, hogy Warpass vagy Team Deathmatch, akkor mindig találtál partit, viszont hogyha valamikre, akkor meg nem. Igen, de ezt eljátszottam, amikor felvételt csináltuk, akkor is csak ezt én nem láttátok, mert Endre megtanult vágó szoftverekkel bánni. Igen. És megkíméltünk titeket a fájdalomtól. Ez az, nincsenek 40 akár, vagy 50 akárhanyasak. Igen, bár valószínűleg a 43-as Destroyer is elkeni a szánkat, de nem baj, nézzük. Nem baj, indul, meltdownozni fogunk. Igen. Minionokat kell beterelgetni ilyen pusztító akármikbe. Úgyhogy szóljon hangos, igen. Úgyhogy valaki kilépett megint, remélem, hogy mi csapatunkból. Azért... Hát, ja. És még nem egy is level volt karakter. Level 1-es, level 3-as már megkapnánk azt, hogy GG noob, vagy go home. Hát azt majd 5 perc múlva. És és azt akartam még kérdezni, hogy lehet ugye ezt a karaktert aztán ugye nem? Szerintem... Hát ebben nem vagyok biztos, hogy szerver beállítástól függ. Jó, mindegy, én leszek a Markizzal, mert legalább le tudom, hogy mi csinál, tehát még ha be is éljek, legalább nem csak hülyeséget. Leszek Montanával. Aki egy farönköt pörget majd... Javány, most pont elforgattam, de... Igen. Pörget egy farönköt. És csinál belőle egy szobrot. Saját magát szoborba és eldobja. Hát ez nagyszerű. Ezt melyik gombbal csinálod? Jobbra, D-paden. Megpróbálok úgy beállni, hogy a kamera felé mutassam. Ó, látod? Én meg egy elegáns vagyok, látod? Látszik, hogy azért... Igen. Ott van Benedikt, a mester! Igen, csak kitakarom. Igen, takar. Megint meg vívunk. Gyere, vívjunk megint. Hogy Benedikt ugrál. Jaj, én Benedikt-tel akarok játszani. Igen. Fegyvert. Jaj. És ott van még Deande, a csaj. Nem tudom, hogy milyen karakter. Ez a Whiskey Fox-tól csenészképként rosszul. Nem, ő egy ex-katona. Lassan megvagyunk egyébként. Még egy röpke 50 másodperces védekezés, addig farogok még egy kis faszobrot magamból. Nem teljesen értem azt, hogyha mindannyian megvonjuk, akkor miért számít? Ja, hogy lehet, hogy ellenfél csapat, igen. Meg igen.
Most addig hát megnézem, jó. hogy milyen képességekkel rendelkezem. Ugye a dash az az, hogy előre rohan és ilyen Han Solo, mint amikor Han Solo a rohamosztogosok között elszaladt. Igen. Akkor... Várj, a hölgynek is megemel a kalapom közben, nézd, hölgyem. Opa, bocsánat, az félrement. Csak ilyen nehéz volt kiszámítani. Igen, na most, hát mindig nem jó a szög, de fura. Szerintem azt nem látják, hogyha forogsz egyébként, csak az, hogy hajlongsz. Gondolom. De mindegy. Jó. Most jó. Hát egyébként, amit kérdeztél, ez a passzív képesség, nekem az, hogy minél forróbb a miniganom, tehát minél igen, annál többet lőttem, annál igen. jobban sebez. Na, egy portugál színekben, zászló színeiben. Jó, az ellenfél csapattól esett ki valaki. Végetek van. Én Benediktre vagyok a legkíváncsibb, pedig nem is én vagyok vele. Na jó. Most jön a kis tutorial videó, ami elmagyarázza, hogy mi lesz a feladatunk. Ott van Benedikt. Addig augmentálj, azt akartam mondani, csak közben. Ja. Igen, természetesen. 30%-os na. pontosság, vagy messzebbre desselek. Legyen egy ilyen. Na, erre kell kivenni? Jelen. Igen, majd az ajtó, ahol a prezentáció volt, az ajtó fog kinyílni. Fel, támadunk. Rohanok is. Ugye, jaj, ott repült Benedikt. Igen, igen, láttam. Ugye ott van az A pont, ott van a B pont, itt jönnek a minionok. Hol jönnek a minionok? Ott jönnek a minionok, őket kell védelmezni. Megyek Dinkelberg-el. Hopp, ott fognak jönni. Jelen. És az ellenfél csapatnak pont ugyanígy menetelnek a minionjai, akiket mi... De akkor ez hasonlít kicsit, ha úgy veszünk a... egy mobához, nem? Igen, igen, elég sok a multiplayerben a mobile-em alapvetően. De mégsem mondanám azt, hogy egy az egyben mondjuk egy League of Legends-t ültettek FPS-be. Na itt egy valami kislány ugrál nekem. De mindjárt zongorána? Ledesselem őt. Majdnem, sikerült. Most valami támad. Itt van egy ellenfél, de egy... Igen, ezt támadni akar, ott van fönn egy. Én most nem tudom, hogy te melyik oldalon vagy, de szerintem te olyan középtájon lehetsz. Itt most így harcolunk valaki ellen, de ő mindjárt meghal. Most én egy ilyen good gear, vagy GG gear vagy. Bekritikáloztam. Közben itt van egy roasted chicken, akármi. Csak olyan gyorsan mozog, hogy nem veszem, nem látom pontosan. Most én egy ilyen lassító lövedékkel írtom a minionokat. Közben próbálok segíteni a mieinknek. Ugye meghalok. Nem volt healer a csapatban, vagy nem volt itt a healer. Most én meg fogok halni. Egyébként ez is olyan játék lehet, amit mindenki élvezhet, hogyha csak így randomokkal játszik akkor is. De aki meg nagyon meg akarja tanulni, az meg belerakhatja az órát, hogy minden karakternek minden képességét kitapasztalja, illetve hogy milyen irányba érdemes fejleszteni. Ugye mondjuk egy LOL-hoz képest annyi a különbség, hogy tárgyakat nem lehet venni közben. Viszont lehet ugye a képességeket elosztani. Skill pontokat. Hopp, ott a kis csaj. Szerinted ezek a úgynevezett 3D-s mobák, ezek el tudják élni a népszerűségét idővel azoknak, akik most a topon vannak, tehát a LOL-nak meg ilyeneknek? Hát a Smite eléggé az élmezőnyben van, ugye ez egy TPS, hát vagy ilyen izometrikus, félig inkább TPS-nek mondanám egyébként, de nehéz behatárolni, mert ugye nem teljesen hátulról látjuk a karaktereket. Szóval a Smite ez egy elég népszerű játék. És ugye az felrúgta ezt a szabályt, hogy ugye izometrikus nézetből kell látni a karaktereket, mint amit a Dota 2, a League of Legends, illetve a Heroes of the Storm is használ. Ez a mesterőszkedni azért határozott a jobb egérrel, ezt azért tudjuk mindannyian. Viszont augmentálj hamar. Augmentálj hamar? Kicsit lejtettem volna az érzékenységem, mert nagyon gyorsan fordul a Montana nekem. Kontrollálom, mert egyszerű ezt így pontosan kimérni.
Viszont attól tartok, hogy igen, hogy a bal oldalon nem nagyon vannak társak. Térkép rá tudunk nézni éppen, csak a minionok lövik egymást, ami azért jó, mert hogyha segítek kilőni a minionokat, akkor a miénk tudnak menetelni ide a vesztőhelybe. Jelenleg úgy állunk, hogy 85-67-re vezet az ellenfél csapat. Az accelerator-t ezt itt kilövöm, hogy ne gyorsuljanak a minionok. Már amennyiben ez azt csinálja, szerintem azt csinálja egyébként. Ez meg a mi accelerator-ünk. Na és hát közben már itt mutatom az állást, 140-105 a vezetünk, ami egyébként nem rossz teljesítmény, csak hát nem a mi részünkről, hanem inkább a csapattársaink feltehetően azok, akik ebben közre működtek. Én kezdek rá érezni. Akkor csak magam, akkor csak én végül béna. Igen, a te nevedben beszélj. Rendben. Itt már is a miénk, ez a turret. Na itt van most ellenfél, jó lenne visszaadni végre valakit. Volt olyan vékony ellenfél, akit alig találtam el, de most valaki, ja a turret, Stinger turret elkezdett lőni. És megint itt van ez a nő. Hát már újra élet biztosan, hát, de itt most engem támadnak. Ez az. Nem tudom, én voltam, de legalább végre ez a nő nem ölt meg, meddig ölt meg háromszor. Montanához képest nagyon kicsi egyébként minden karakter, úgyhogy nehéz bemérni őt. Vagy őket. 171-131-re vezetünk közben. Tartom magam ahhoz, hogy bal oldalon. Sőt, egyébként nem, mert ketten úgy látom, hogy bal oldalon intézkednek, úgyhogy én most akkor megyek jobbra. Azért is lesz jó egyébként ugye a következő Game Night, ami most lesz majd május 6-án. Az a Battleborn megjelenésének ünnepére lesz szervezve, és ott ugye egyrészt segítünk mindenben, hogy mit hogyan kell csinálni. Másrészt ott a helyszínen tudnak kommunikálni a csapattagok. Hát igen. 5v5 verseny lesz. Úgyhogy ott úgy az könnyebb, hogyha összeszervezi mindenki, hogy ki mit csináljon. Nem tudom, hogy mi történik, de így ilyen nagy karikában támadnak engem. Jó, itt ki is nyíltam valakit, megint augmentálhatok. Viszont nem látom a minionjainkat, hogy jönnének. Ja, de itt jönnek pont most. De ott jönnek az ellenfél minionjai is. Még mindig vezetünk. Mindenkinek meg kell találni a saját játékstílusához illő karaktert. Most építek egy tornyot. Nekem ez a játékstílusom. Sőt, mi több upgrade-elem is akkor már, ha és azt hiszem, hogy kinyírtam végre egy pénzem léjjel. Van. Nézek gyorsan én is egy állást. Jaj, nem ezzel a gombbal, hanem ezzel. Nekem egy kill, 5 death van eddig. És nekem már kill van. Egyértelműen egy kicsit túlzásba vittem ezt az elhalálozást. Valaki támad, igen. Neked pedig van egy killen, nem? Kettő. Na. Kettő killet, 3 halálod, 1 assist. Viszont nekem ugye, nekem a legtöbb objektívem, ami ugye nagyon fontos egy objektív alapú játéknál, hogy vagy játékmódnál, hogy nem a kill death ratio számít, hanem az, hogy ki mennyire figyeli a feladatát. Na most azt tudom csinálni, hogy a maximum életemet megnövelem, vagy kiveszem a minigunnak a felpörgését. Ugye egy darabig nem lő, hanem csak elkezd pörögni, és csak utána kezd el lőni. Szerintem, mivel ennyiszer haltam meg, most egy kicsit az életemre tolok. 2-20-2-15 közben az állás. Ez elég szoros. De ez hogy lehet, amikor az egész pálya miénk lenne? Ez nagyon fura. Nézd meg a térképen, minden a miénk gyakorlatilag. Hát valahol beviszik. Csak itt bal oldalt lehet. Itt most mindenki van. Ára beviszik a minionokat? Nem tudom, de... Ez nagyon fura. Na, itt van egy mesterlövész, adj neki. A Deadpool fan. Igen. Nagyon kevés játékos nevezte át egyébként magát Deadpoolnak, miután kijött a Deadpool film. Nem. Hát egyébként ebben a káoszban én azt mondom, hogy nem vagyok jó mesterlövész, mert... Azért kontra mesterlövészkedni az mindig. Nem is láttalak konkrétan. Tényleg akkora Montana, hogy nem lehet látni. Közben megvált... Nem megvált... Nem változtak meg, jó. De itt van még egy... ellenfeleknek még egy ilyen izéje, ilyen sárgya. Még nem láttam magam elé.
konkrétan, mert tényleg az van, hogy magasabb vagyok minden karakternél. Viszont Sentrygunt azt így lerakom és upgrade-elem is, amennyire tudom. Ugyanakkor ki is lőttek. Melyik legyen, melyik legyen? Szerintem mindjárt vége a menetnek. Hailstorm. Hát még 500 pontig kell menni és 18 perc van hátra, 18 és fél perc. Úgyhogy még azért messze vagyunk a végétől. Engem ez a nő öl meg ötödször. Valamit nem jól csinálsz. Hát nem jól csinálok, hanem ő közel adsz a karakter, hát ő közel engeditek hozzá. Damage-re még adok. Health Regeneration. Jó. Legyen így, 255-241-re vezetnek közben ők, úgyhogy most úgy látom, hogy jobb oldalon vannak ketten, viszont bal oldalon senki nincsen, és jönnek az ellenfelek. Azt a koponyát. Én úgy sejtem, hogy ez valami ellenfelet jelöl. Srácok, srácok, álljatok meg, gyere vissza. Úgy. És a mi legjobb emberünk kilépett a meccsből. Hát, nincs ideje neki erre. Hát felturboztuk a minigant. Igen. Jaj, Istenem, nem tudok itt felugrani. Akkor ki se nyírom már, azt annyit se érdemel. Inkább a minionokra koncentrálok. De itt azért valahol csak... Aha, itt jött be mögöttünk egy. Ott van. Fox Superior. Igen, most már változtak a grinderek. Ja, így egy élmények utána az ők meg. Várjál, mert igen, hátrébb vannak a mi grindereink, ahova vinnünk kell a minyonokat. Ezt nem hiszem el. Én legközelebb közel 6-os karakterrel fogok itt jönni. Hát hajj már meg, haver. Komolyan. És ez sebezni fog ez a gömb, a gömb rúna, ami őt híleli. De már igazából mindegy is volt, hogy berohanok-e vagy nem. Elmehettem volna persze onnan, de azért megpróbáltam, nem jött be. Közben téged. Hogy nagyobb viccesen futsz. Hát próbálok ugrani. Kettő ott van, 2-3-15-nél vagyunk. Vagyis, hogy 3-15-2-62-nél hiába próbálom ezt szépíteni. Na, adjunk neki. El is rohant okosan. Vissza a helyére. Itt van, lőd le! Alig van érte. Elvileg stunoltam, és valami pajzsot ilyenkor berak ez a Fox Superior. Az a baj, hogy már majdnem meghalt, de ügyesebb volt annál. Valaki sebez hátulról. Nem tudom, mi történik a nagy káoszban. Ott van az ellenfél. Deadpool fan is mindjárt meghal. Ő egy Reinhardt. Adj neki, ez az, most learatod a babérokat, itt most. Remélem, hogy én igen KO és tudom itt tauntolni. Farogok magamból egy kis szobrot közben. Persze nem lehet megszakítani, úgyhogy itt szájaskodtam és ki is nyírtak. De addig is augmentálom magam megint. Hát ez esélytelen. Nem, ez nekem nem is szabadna lemennem közétek, hanem meg kéne állnom valahol messze ezzel a karakterrel. Tedd. Nem olyan jól belátható ez a pálya. 364-268-nál vagyunk. Nem hangzik jól. Itt én megállok valahol, komolyan mondom. Azt mondja, ez a baj, hogy előrébb megy egy kicsit az akció most. Na good gear. Vagy god gear, vagy... Vagy, jó. És halt. Jönnek a minionok. Vagy minionok, mert ugye a minionoknak... Csak azok fordították őket, akik el akartak adni kis sárga lényeket. Igen. Csicskások. Itt van a négykezű. Igen, csak az a baj, hogy nem látok tényleg lejjebb egy szintnél, és nem látok magam elé. Ott van, egy neki, az a robot. Reinhardt, igen.
Jaj, de lefordult a kamera. De itt most engem eléggé ölnek, és felakadtam egy dobozban, és hátulról is lőnek. A négykezű, meg a kétkezű. Enemy near victory. Hát igen, mert ők már 400-nál vannak, és ugye 500 kell, de megint augmentálok egyet, természetesen damage-re fogok tenni. Elképzelhető, hogy nem tett jót a helyzetünk, amikor kilépett a legjobb emberünk. Igen, disconnectált a Soyozake-kun. Méltán híres Soyoz. Dinkelberg meg. Hát most az a helyzet, hogy így kiegyenlített egyébként a meccs. Veszek fel egy kis pénzt. Tudjak itt fejleszteni tornyokat. De az a baj, hogy ma ide egész hátra is be tudják vezetni a... Á, mindjárt vége. Már 4.70. Upgrade-eltem. Pár másodperc is vége is van. Valószínűleg B-n is beviszik egyébként a minionokat. Én itt átpróbálom figyelni, de igazából az a baj, hogy A-nál most konkrétan senki nincsen. Se ellenséges minion, se baráti. Á. Okay. Arrébb löktem, stunoltam. Égettem, és valakinek erősebb skillje volt, mint az enyém. Ott van fönt, figyelj. Pont kimozgott, de azért... Nem biztos, hogy jól játszunk még ezekkel a karakterekkel, ki kell tapasztalni. Ugye ez a beta időszak elég kevés volt arra, hogy mindent megtudjunk a karakterekről, amit tudni érdemes. Inkább biztos, hogy nem játszunk jól velük. 274, 475. Azt mondom, hogy kicsi esélyünk van a győzelemre. Nem azt mondom, hogy feladtuk teljesen, de valószínűleg nem a Montana lesz az én karakterem, akármennyire bedesz, és annak ellenére nagyon kicsi a feje. Hát én is azt mondom, hogy multiban nekem se ez a mestelővész, mert nézd meg, most megint ki fog nyírni, tessék, ennyi volt. A négykezű? Igen. Elég jól sebzi, a pajzsát elég jól leveszi egyébként. Na, szanoltam őt, de elbuktunk. Én azt gondolom, hogy... Ömlik a narancslé. Hát melyik játék ma volt a... Sunset Overdrive-ba. Na mindegy, én azt gondolom, hogy sokkal vakoltunk, de az ellenfél feltehetően egy exploitot vagy egy cheat programot használva győzedelmeskedtek felettünk. Csak így lehetett. Igen. De legalább meltdown, tehát tényleg beégtünk, vagy leégtünk. Igen. Úgyhogy, ja, gyertek el május 6-án a Game Night-ra, próbáljátok ki élőben a játékot, akár még az is lehet, hogy ellentek is le fogunk égni, hogyha eljöttök. És minden jó lesz. Sziasztok! Sziasztok!